A Zombai Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak műsorával, majd egy német nyelvű báb előadással indult a Nemzetiségek és Kultúrák Hete, amit minden évben megrendeznek a településen. A gyerekek zenés-táncos műsoron mutathatták be az eddig tanultakat, és csillanthatták meg német nyelvtudásukat. Az iskolában 200 körüli mindig a létszámunk, 200 fölött vagyunk most picivel, mindenki tanulja a német nyelvet, ami igaziból azért jó, mert megalapoz egyfajta nyelvtanulási szokást, illetve a népismeret tantárgy, mind új tantárgy belépett 6 évvel, 7 évvel ezelőtt, aminek a keretében szintén ezeket a hagyományokat folytatjuk. Zomben egyébként nagyon kevés a német nemzetiségi lakos. Ők 10%-ot szoktak becsülni igaziból. A Nemzetiségek és Kultúrák Hetén volt Mártonnapi lampionos felvonulás, rétessütés, valamint a gyerekek különböző ősi mesterségekkel ismerkedhettek meg. A rendezvény sorozat zárónapján a diákok Till Jánosné sváb viseletet bemutató kiállításán vehettek részt, és megcsodálhatták a különböző Tolna megyei települések népviseletét. 18-at hoztam el, ez a 60 viselet 37 településnek a viselete. Mert szinte minden településnek más és más, hát nem lényeges különbséggel, de más és más viselete volt. Mindegyiken volt valami, ami arra a településre jellemző volt. Ez vonatkozik a ruházatra és a pacskerre is, a tutyira, amit viseltek. A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat és az iskola szervezésében megvalósuló rendezvénysorozat célja a településen élő népcsoportok kultúráinak bemutatása, mondja Mátis Éva. Igyekszünk a kultúrából minél több mindent megmutatni, de nem csak a német kultúrából, mert ugye a Kultúrák Hete azt mutatja, hogy itt a Zomban élő többi népcsoport kultúráját is igyekszünk megismertetni velük, így a székelyekét és a romákét is. A nagyoknak ilyenkor rendhagyó történelemóráik vannak, magyar óráik, tehát minél szélesebb szegmensét megmutatni a népcsoportok kultúrájának. A Nemzetiségek és Kultúrák Hete a felső tagozatos diákok táncműsorával zárult.